Tánccal köszöntötték az érdeklődőket a Győri Campus ifjú szakácsai. Remek volt a hangulat a hallgatói klubban, a disznó ugyan ekkor már nem élt, de megmaradt utána a sok finomság. Abálé, mi területektől függően, hogy hívják az egészet. Igazából minden tüdőtől elkezdve, szív, mindenféle, akár szalonna is lehet benne, mert találkoztunk vele, minden benne van, semmi. Az a lényeg, mindent egybe főzünk egy kis fűszerrel, nem sózzuk túl. Ez megy utána majd a hurkába, szépen bedarálva. Itt éppen két óriási zsák hagymát pucolnak a hallgatók. Hurka, kolbász és sült hús is készült. A szervezők azt mondják, ez a nap alazításé. Ilyenkor mindenki átadja magát a mulatozásnak és az evésnek. Kari napok, és ennek a keretein belül a harmadik nap az mindig ilyen, hogy falusi nappal zárjuk. Egy kicsit inkább így megmozgatni, meg megünnepelni a három nap fáradalmait, úgymond. És akkor ezzel koronázzuk meg igazából a rendezvényt. A szervezőknek nem titkolt céljuk, hogy megismertessék a fiatalokat a disznóvágás, a disznótoros élményével, azzal, hogy maguk dolgozzák fel szakszerűen az állathúsát. Ez a hagyomány jó pár évre tekint vissza, és a jövőben is folytatják majd a karinapok zárásaként.